Tears. Nem nyugat, nem Balkán, egy furcsa állomás. Ez a dal, ez már egy nagyon régi szerelem, mondhatom ezt. És nagyon lassan készült el valamilyen érdekes oknál fogom, mert egy kicsit így érett, egy ilyen érési folyamat alatt készült el. Tudom, van még remény, nekem itt a helyem, ahol eljön a rég várt jó. A zenét azt nem én írtam, hanem Havas Lajos és Csicsák Norbert. Ők a zeneszerzők, aztán a szöveget azt én alkottam meg rá. És azt hiszem, hogy úgy végül egy ilyen nagyon kifejező és mondani valóban gazdag dal született, ami azt hiszem, hogy egyébként alapvetően mindenkinek az életére egy kicsit igaz lehet, de önmagában a mostani jelenlegi magyarországi helyzetre igaz leginkább, és tulajdonképpen azért árnyékország, mert arról szól, hogy az emberek nem mosolyognak eleget. És vajon egy kicsit miért van az, hogy ebben az országban mindenki inkább panaszkodik, vagy mindenki inkább a dolgok rosszabb oldalát nézi, mint hogy optimista lehetne? Tölts tele bizalommal, életed félig üres poharát. Az nagyon fontos szerintem, hogy egy előadó a személyiségét belevigye a dalokba, ezt nyilván akkor tudod leginkább megtenni, hogyha te szerzed a zenét, vagy a szöveget, vagy mindkettőt. És nagyon fontos az, hogy valóban ezeket a gondolatokat megfogalmaz, mert megteheted. Azt hiszem, hogy gondolatokat, meg tartalmat közölni az a legfontosabb. Nem mindig ez a dolga egyébként a popzenének, meg a daloknak szerintem, tehát néha pont az a dolga, hogy egy kicsit csak úgy jól érezzük magunkat, és így idézőjelben ilyen tingli-tangli dal szülesse, mert az is tök jó, és azokban is meg lehet találni a jót. De hogyha van valami mélyebb tartalom mögötte, akkor sokkal érdekesebb szerintem. Álomként kell gondolnom rád, ez egy árnyékország. Ennél a dalnál annyira karakteres a tartalom, meg annyira a mondani valóra helyeződik a hangsúly, hogy látványban nem akartuk ezt elvinni semmilyen irányba, nem az volt a cél, hogy ezt még megbombázzuk valamiféle hatalmas nagy látványeffektekkel, hanem a tekintet, meg az arcjáték, meg úgy általában a mimikának az erőssége az, ami szerintem itt hatásos lehet, és ez volt a cél. Megnéztünk egy csomó klipet, nyilván ez mindig ihletődik az ember valahonnan, de végül csak oda jutottunk ki, hogy csináljunk egy olyan klipet, mint a Sinead O'Connornak a Nothing Compares to You. Nyilván miután Árnyékország a dal címe, ezért a fénnyel, árnyékkal játszottunk egy kicsit, és mindenféle irányból meg volt világítva az arcom, és ettől azért érdekes az egész. Ez egy árnyékország, tova tűn boldogság. Ez a dal, ez tényleg egy fajsúlyosabb mondani valóval teli dal. Én azért szeretnék egy kicsit a könnyebb irányba is elmozdulni. Nyilvánvalóan úgy, ahogy én is nagyon sokféle vagyok, úgy a dalaim is nagyon sokfélék, és tudom azt, hogy amikor az ember zenét hallgat, akkor azért alapvetően jól akarja érezni magát, és néha jó elgondolkodni dolgokon. Én azt hiszem, hogy ez a dal, ha eljut széles közönséghez, akkor ezt a célját eléri, és a visszajelzések azért ezt mutatják. De vannak azért a lemezen könnyedebb hangvételű dalok is, és olyanok, amikre akár bulizni lehet, és azt az oldalamat mutatja meg, hogy az élet szép. Bár ez is egy kicsit ezt mutatja, de azért azt gondolom, hogy a közeljövőben inkább egy ilyen dal várható majd, és nagyon remélem, hogy akár a rádiókban és a tévékben is látható majd.